Asztaloknál ülő vendégek korábban teljesen megszokott volt a látvány az éttermekben, az elmúlt hetekben azonban nem láthattunk ilyen jeleneteket. A koronavírus járvány elleni védekezés előző szakaszának egyik kormányzati döntése volt az is, hogy nem nyithattak ki az ilyen egységek. Mint a hazai gasztronómiai szövetség elnökétől megtudtuk, a vendéglátó és szállodai szektor mintegy 80%-a kényszerült arra március közepe óta, hogy feladja a harcot és bezárjon akár véglegesen is, és mindössze 20% tudott működni a munka átszervezésével megtartva dolgozóit, ha csak 2, 4 vagy 6 órában is foglalkoztatva őket. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan még mindig a túlélésre játszanak, az éttermeknek a nagy részének, akinek volt tartaléka, az már teljes mértékben elfogyott, vagy legalábbis a minimálisan korlátozódott. Most tényleg nem az a lényeg a vendéglátó egységeknél, hogy valamiféle profitot termeljenek, hanem most az a cél, hogy életben maradjanak, és a munkavállalóikat meg tudják tartani. Ahol elfogytak a tartalékok, ott első körben a vállalkozásoknak a megtartása, vagy az életben tartása volt a cél vállalkozói szemszögből. Több helyen felújításokat végeztek, kerthelyiségeket, teraszokat építgettek ebben az időszakban, készülve az újranyitásra. Erre hétfőtől lehetőségük is van szigorú szabályoknak megfelelve. A vendéglátó üzletek nagy része ugyanakkor még mindig zárva tart, sokan pedig csökkentett ét- és itallappal várják a hozzájuk betérőket. Mosdóba be lehet menni, de viszont az ételt, italt felszolgálni csak kerthelyiségben. Ez a másfél méteres távolságtartás, az asztaloknak az elhelyezkedése is, illetve a vendégek egymástól való elhelyezkedése is legyen meg legalább a másfél méter, folyamatos fertőtlenítések, a székeket, az asztalokat, az evőeszközöket, a pléteket esetleg, egyszer használatos pléteket nézőjelesen kellene használni. A mögöttünk álló nagyjából másfél hónapban megyénkben is voltak próbálkozások az ételkiszállítás rendszerének kiépítésére, de Krivács András szavai alapján ez nem mindenhol működött. Azok az éttermek jártak sikerrel, amelyek több szálon próbáltak megfelelni a megváltozott körülményeknek és igényeknek. Egyrészt ugye elindult a webshop rendszerünk, ami eddig nem volt, bár terve volt, ezt most viszonylag rövid időn belül be kellett vezetni. Csatlakoztunk ugye azokhoz a felületekhez, akik kiszállítással, illetve nagy mértékben ugye hozzá tudnak járni a kereskedelmi forgalom bővítéséhez. Saját magunk oldjuk meg a kiszállítást, tehát nem tudjuk másra bízni, mivel nem termékeink vannak, amit egy átlag futár nem feltétlenül tud. Gondolok itt most tortára, süteményre, fagylatra, amit teljesen máshol egy kiszállítási módot követelnek meg. Most azzal, hogy vannak engedmények, ezáltal azért látványosan is elindultak a vásárlóink, és most már egyre többen bejönnek. Bár az elmúlt hetekben a bevételek terén javult a helyzet, és nem is kellett egy dolgozójukat sem elküldeniük. Úgy látják, leghamarabb július-augusztus környékén térhetnek vissza a normális kerékvágásba. Ehhez azonban szükség lenne arra, hogy továbbra is megmaradjanak az adózást érintő kedvezmények. Az ágazatban dolgozó munkavállalók az őket képviselő szervezetekkel és a kormányzattal összefogva folytatnak párbeszédet a fennmaradás érdekében. A rendezvények augusztus 15-éig elrendelt tilalma ugyanakkor nehezíti túlélési esélyeiket. De mint a gasztronómiai szövetség elnöke fogalmazott, bár a 24. órában vagyunk, kemény munka árán megmenekülhetnek a vállalkozások.